Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Te vagy, Uram, én reményem, ne hagyj soha szégyent érnem. Kiszabadítasz a hálóból, amelyet titkon vetettek nekem, hiszen Te vagy az én erősségem. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, nagy bőjt egy olyan kegyelmi időszak, ami lehetőséget ad arra a családjainknak, hogy jobban összetartsanak, hogy ne csak külön-külön készüljünk húsvét ünnepére, hanem együtt is többet imádkozzunk egymásért, keressük egymás gondolatait, milyen nehézségekkel küzdködünk, próbáljuk egymást segíteni, ez mind-mind hozzátartozik itt nagy bőjt lelkületéhez. Ezt a szentmisét családért ajánljuk felül, Gergelyért, Ildikóért, családtagjaikért, és megemlékezünk Dávidról is ebben a szentmisében. Most vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Valóban törekszünk arra, hogy nagybőjtnek a lelkületét így megéljük közösségben, családi közösségben. Ez a világ különösen próbára tehet minket. Még nagyobb szükségünk van arra, hogy összetartsunk, hogy a kegyelem segítségével erősítsük egymást. Gyónam, a mindenható Istennek és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Uram, irgalmazz! Krisztus, kegyelmez! Uram, irgalmazz! Könyörögjünk! Add meg, kérünk, mindenható Istenünk, hogy a bűnbánatban szent buzgossággal tisztítsuk meg lelkünket, és őszinte szívvel jussunk el a közelgő ünnepekre. Ami Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Mózes első könyvéből. Jákob Józsefet szerette legjobban a fiai közül, mert öregedő félben volt már, mikor József született. Még tarka köntöst is csináltatott neki. Testvérei látták, hogy Józsefet náluk jobban szereti, ezért meggyűlölték őt,
és nem tudtak vele barátságos szót váltani. Történt, hogy épp Szikemben tartózkodtak bátyjai, mert arra legeltették atyjuk nyáját. Jákob akkor így szólt Józsefhez: menj, fiam, bátyáid Szikem környéken legeltetik a juhokat, gyere, hadd küldjelek el hozzájuk. József elindult, s Dotáimban megtalálta bátyjait. Ezek már messziről meglátták őt, és arra gondoltak, hogy megölik. Így szóltak: gyertek, jön az álomlátó, öljük meg, testét dobjuk egy száraz vízverembe, s híreszteljük el, hogy vadállat falta fel, hadd lássuk, mennyit érnek álmai. Amikor Rúben ezt meghallotta, azon volt, hogy kiszabadítsa kezükből Józsefet, azért így szólt: ne öljük meg, vért ne oncsatok, hanem dobjátok a pusztai vízverembe, így a kezetek a vértől tiszta marad. Mindez csak azért mondta, hogy megmentse kezükből, és visszaadhassa őt atyának. Így hát, amikor József a bátyjaihoz ért, azok lehúzták róla hosszú tarka köntösét, őt magát meg egy kiszáradt vízverembe vetették, aztán leültek kenyerezni. Távolról szemükbe tűnt, hogy izmaelita vándorkereskedők jönnek Galaad felől, akik tevéken Egyiptomba tartanak, gyantát, mirhát és fűszerféléket szállítanak. Ezt látva Júda így szólt testvéreihez: ha veszni hagyjuk testvérünket, s eltitkoljuk, mit használhat az nekünk? Jobb lesz, ha eladjuk az izmaelitáknak őt, ne szennyezzük be hát kezünket, a testünk, vérünk ő, és hozzánk tartozik. Testvérei hallgattak Júdára. Amikor tehát megérkeztek a vándorkereskedők, a vízveremből testvérei kiemelték Józsefet, és eladták 20 ezüstért, azok pedig Egyiptomba indultak vele. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. A Zsoltár válasz: emlékezzetek a csodás tettekre, melyeket Isten művelt. Emlékezzetek a csodás tettekre, melyeket Isten művelt. Éhséget támasztott egykor a földön, és elpusztított minden falat kenyeret, de elküldött előttük egy férfit, Józsefet, akit rabszolgának adtak el. Emlékezzetek a csodás tettekre, melyeket Isten művelt. Lábát bilincsbe verték, nyakát vasba szorították, amíg be nem teljesedett, amit mondott, amíg nem igazolta őt az Úr szava. Emlékezzetek a csodás tettekre, melyeket Isten művelt. A király üzent, hogy oldják föl bilincseit, a népek fejedelme tette szabaddá. Megtette őt házának urává, és minden vagyona fölé rendelte. Emlékezzetek a csodás tettekre, melyeket Isten művelt. Jézus, add, hogy hozzád térjek, veled halljak, veled éljek. Jézus, add, hogy hozzád térjek, veled halljak, veled éljek. Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta érte, hogy örökké éljen minden ő benne hívő. Jézus, add, hogy hozzád térjek, veled halljak, veled éljek. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta a főpapoknak és a néppéneinek: hallgassátok meg ezt a példabeszédet. Volt egy gazdember, aki szőlőt telepített, bekerítette sövénnyel, belül pedig taposógödröt ásott és őrtornyot épített. Aztán rábízta a szőlőt a munkásaira, és elutazott. Amikor eljött a szület ideje, elküldte szolgáit a szőlő munkásokhoz, hogy a termést átvegyék. Ám a szőlő munkások megragadták a szolgáit, egyiket összeverték, a másikat megölték, a harmadikat pedig megkövezték. Erre más szolgákat küldött, többet, mint először, de ezekkel is ugyanúgy bántak. Végül a fiát küldte el hozzájuk, mondván: a fiamat csak megbecsülik. Amikor azonban a szőlő munkások meglátták a fiút, így szóltak egymáshoz:
Ez itt az örökös. Gyertek, öljük meg, és milyen lesz az öröksége. Meg is ragadták őt, kidobták a szőlőből, és megölték. Amikor megjön a szőlőskert ura, ugyan mit tesz majd ezekkel a szőlőmunkásokkal? Ezt válaszolták. Gonoszul elbánik a gonoszokkal, a szőlőt pedig más munkásokra bízza, akik idejében átadják neki a termést. Jézus így folytatta. Nem olvastátok soha az írásokban, a kő, amelyet az építők elvetettek, mégis szeglett kővé lett. Az Úr tette azzá. És szemünkben csodálatos dolog ez. Ezért mondom nektek, Isten országát elveszik tőletek, és olyan népnek adják, amely majd megtermi annak gyümölcsét. A főpapok és a farizeusok hallották a példabeszédet, és megértették, hogy Jézus róluk beszél. El akarták fogni, de féltek a néptől, mert mindenki prófétának tartotta. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, ha meg akarjuk fogalmazni az előbb hallott példabeszédnek így az üzenetét, lényegét, akkor azt kell mondanunk, hogy ez a példabeszéd alapvetően Isten népéről szól. Ugye a szőlőskert az Ószövetségben az Isten népét jelentette. És a szöveg szerint az Isten népének a vezetői elfordultak az Istentől, és ezért ő prófétákat küldött. Azok a küldöttek, azok igazából próféták, akiket megölték. És végül a fiát küldte el, és őt is megölték. Ez összekapcsolódik, ez a prófétákról szóló üzenet, hogy a nép elvetette a prófétákat a olvasmánnyal is, hiszen ott József történetét hallottuk, aki szintén ugye elvetettek. Ő volt Istennek a küldötte. És ha figyelmesen olvassuk ezt a mai szöveget, akkor azt is észrevehetjük, hogy itt a szőlőskert mellett ugye megjelenik egy másik kép is. Ez a biblikusok hívják föl erre a figyelmet, a háznak a képe, ami szintén Istennek a népét jelezi. Ez az egyháznak a képe. A szőlőskert mellett. Mert Jézus azt mondja, hogy hát a kő, amelyet építők elvettettek, mégis szeglett kövé tett, az Úr tette azzá, a szemünkben csodálatos ez. Tehát megjelenik az egyháznak a képe, és ennek az egyháznak az alapja, hogy szeglett köve maga Jézus. És ezt a gondolatot lehet aztán tovább gördíteni, ebben a példabeszédben nincs benne, hogy ennek az új népnek is megvannak így a küldöttei, ezek a szentek, akire oda kell figyelni, akiknek a üzenetét, tanítását meg kell hallani. Ez az egyik ilyen fontos üzenet, a másik fontos üzenet pedig az, hogy ennek a háznak, az egyháznak mi is a tagjai vagyunk. Aztán később a patrisztikában nagyon sok elmélkedés született, erről különösen Ermász pásztorában, hogy itt az alapkő vagy a szegletkő az Jézus, aztán erre épülnek a nagykövek, és mi is valamennyien ennek a háznak a tagjai vagyunk, ennek az épületnek a tagjai vagyunk. És hogyha ezt a mi életünkre akarjuk alkalmazni, akkor azt kell megkérdezni önmagunktól, hogy valóban nehéz helyzetekben, válságos helyzetekben vissza tudunk-e menni az alapkőhöz, Jézushoz. Meghalljuk-e a küldötteknek a hangját, a szenteknek a hangját? Ez is nagyon fontos. Mert Isten ma is újra és újra elküldi a szentjeit, ne a profétáit, a szentjeit, akik szólnak hozzánk. És talán a harmadik az, hogy keressük a helyünket, átérezzük egyrészt annak az örömét, hogy ebben a háznak a tagjai vagyunk, de ugyanakkor, hogy keressük a helyünket, mi a feladatunk, mi a küldetésünk. Imádkozzunk azért, hogy így nagybőti időben készük legyünk arra, hogy meghalljuk ezeket a szavakat, üzeneteket, amiket az Isten nekünk szól, és hogy mi is ebben a házban otthon érezzük magunkat, és egymást erősítsük, mindig visszatérve az alapra, a szegletkőre, Jézushoz.
Testvéreim, kérjük a mindenható Atyát, hogy a nagybőr szent idején önmegtagadó életet éljünk, őszinte bűnbánatot tartsunk, és így készüljünk elő a húsvéti örömre. Hogy népedet, Urunk, igaz bűnbánat által a keresztség kegyelmének megújulására vezesd, kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy egyházad pásztorai szívesen vállaljanak minden áldozatot a maguk és nyájuk megszentelésére. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy az államfők az igaz barátság szellemében intézzék a nemzetek sorsát. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy a népek egymásnak testvéri segítséget nyújtsanak az éhség és a nyomor megszüntetésére. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy Krisztus keresztjéből erőt merítsenek a szenvedők és a betegek. Kérünk téged. Mennyei Atyánk, ezt a szent misét ennek a háznak, egyháznak a tagjaiért, hozzátartozóinkért, családtagjainkért ajánljuk föl, Élő Gergelyért, Ildikóért, családtagjaiért és Dávidért. Ez összetartó érzés házlakóit jellemzi, jellemző legyen a mi életünkre is, és rád támaszkodva, mint szegletkőre tudjunk mindig megújulni, és így tudjuk küldetésünket teljesíteni. Hallgass meg, Urunk! Mindenható örök Isten, mennyei Atyánk, ne nézz bűneinket, hanem tekints szent fiad engesztelő áldozatára, és könyörülj megtérő népeden, Krisztusra, mi Urunk által. Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a Te bőkezűségedből kaptuk a kenyeret, felajánljuk néked, mint a föld termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra az élet kenyere. A bor és a víz titka által részesünk annak istenségében, kegyesen részes lett emberségünknek. Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a Te bőkezőségedből kaptuk a bort, felajánljuk néked, mint a szőtő termését és az emberi munka gyümölcsét, ebből lesz számunkra a lélek itala. Most dolgom műleimet, védkezőségedből készíts meg. Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszent egyház javára. Kérünk Istenünk irgalmas jóságot, készítsen fel minket a szent áldozat bemutatására, és támogasson keresztény életünkben Krisztusra, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenhat örök Isten. Te úgy akartad, hogy önmegtagadással fejezzük ki hálánkat irántad. Az önzetlenség alakítson bennünket, bűnösöket, és a nélkülözőket segítve kövessünk téged nagy lelkűségben. És ezért az angyalok megszámlálhatatlan seregével együtt magasztalunk téged, és hálás szívvel mondjuk. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura Istene. Dicsőséged betölti a mennyet és a földet. Hozsanna a magasságban. Áldott, aki jön az Úr nevében, hozsanna a magasságban. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása.
Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá a szent lelkedet, hogy számunkra, amírunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és majd ismét hálát adott, odaadt a tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka, halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föl támadásodat, amíg el nem jössz. Ezért, fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, fölajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét. És hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Te tökéletesi a szeretetben Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel, segédpüspökeivel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörű kérünk minnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Sarlos boldogasszonyjal, Szent Józseffel az ő jegyesével, szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek. És dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa. Ő vele, és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szentlélek egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkönörökké. Ha Istent Atyának hívjuk, testvéri szeretettel bocsássunk meg egymásnak, és akkor így imádkozhatunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Krisztus, ami békénk és kiengesztelődésünk, ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékos szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, adj nekünk békét. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához, Jézus az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
Isten szeretett minket, és elküldte egyszülött fiát bűneinkért engesztelésül. Azokkal együtt, akik távolabbról kapcsolódnak be a Szent Liturgiába, mondjuk el a lelki áldozási imáját. Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj le a lelki módon a szívembe, ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Könyörögjünk. Urunk Istenünk, magunkhoz vettük üdvösségünk zálogát. Segíts úgy törekednünk az örök üdvösségre, hogy azt el is nyerjük Krisztussal, mi Urunk által. Mondjuk el közösen azt az imát, amellyel fölkészülünk a pápa látogatásra. Mennyei Atyánk, gondviselő Istenünk, köszönjük, hogy Te kísértél minket történelmünk során. Vétkeinket megvalva kérjük, hogy egyre jobban megismerjük fiadat Jézus Krisztust. Ő a mi biztos jövőnk, azért jött, hogy életünk legyen békében és önzetlen szeretetben. Bizalommal kérjük, hogy nagyasszonyunk a boldogságos Szűz Mária, valamint a magyar szentek és boldogok közbenjárására, Szent Atyánk Ferenc pápa közelgő látogatása legyen kegyelem és erőforrása, hogy hitünkben növekedve egymással és a többi nemzettel békességben éljünk. Reménnyel építsük földi hazánkat, és parancsaidat teljesítve eljussunk az örök hazába. Amen. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, mondjunk áldást az Úrnak.